Szevasztok! Na, csácsúmi, csácsúmi, sziasztok! Gyorsan így beugrottam a videóba, Ádám mobiles vlogról. Egy kis, hát vélemény, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem is tudom, hogy hogy találtam rá a videóidra. Még nagyon régen ugye volt a Barátok Vlog csatornám, és ott valahogy valaki az ott lévő live-jaimban valaki mindig írta, hogy épp live-ozol, van egy Ádám Mobil nevű srác, és akkor valahogy így találtam rád, vagy lehet, hogy a Molnár Krisztián által, nem tudom, valahogy így. És akkor néztem egy videódat, pontosan nem tudom, hogy melyik videód volt az, és akkor így néztem a videót, és mondtam, hogy ez egy tök rendes srác, nagyon komoly videókat csinál, nagyon jó dolgokról beszél, jó témákat választ, jól ki tudja fejezni magát, összeszedetten, és jól gondolkodik, jól látja a világot, és tényleg ugyanaz az ember, mint én, őszinte, szókimondó, megmondja, amit kell, a fájdalom éri, azt is elmondja. Ezért is kezdtem el őt nézni, és azért is iratkoztam fel a csatornájára, mert nem mondom azt, hogy egyformák vagyunk, de van bennünk közös. Egy-két dolog mondjuk úgy közös, őszinték vagyunk és szókimondóak, ha valami bánt minket, azt is elmondjuk, és úgy beszélünk arról a dologról, amiről nagyon mások nem beszélnek. Ádám Mobil, kívánok neked sok sikert, remélem, hogy találkozunk, és remélem, hogy tudunk beszélgetni és egy közös videót majd csinálni. Mindenképp összehozzuk a találkozót, nagyon szívesen találkozom veled, és Évit is üdvözlöm, őt is nagyon szívesen meg szeretném ismerni. Így legalább sokkal egyszerűbb lesz, hogyha személyesen az ember videósok találkoznak és beszélgetnek egy jót. És így legalább akkor kialakul egy erősebb barátság, és akkor így legalább megtudják az emberek, hogy két videós milyen jól kijönnek egymással, mert sokan vannak, akik nem jönnek ki egymással, de mégis megbeszélik, oda mennek is ennyi. Nos, ennyi Ádám Mobilról, ennyit szerettem volna, iratkozzatok fel a csatornájára, kövessétek őt, támogassátok, és ne ítéljétek el őt azért, mert olyan élete van, amilyen. Becsüljük meg azt, hogy ő legalább bevállalja és őszinte, szókimondó, felvállalja azt, amit kell. Én azért tisztelem, mert ő legalább nem titkolózik, és nyíltan elmondja az életéről a dolgokat. Kívánok nagyon-nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget neked és a párodnak, és a munkában is sok sikert kívánok. Kívánom, hogy valóra váljanak az álmaitok, és rengeteg újabb és újabb virág legyen a lakásban, mert az egy jó dolog, hogyha valaki szereti a virágokat. Én mondjuk annyira nem vagyok ilyen virágpárti, de lehet, hogyha majd egyszer én is így idősebb leszek, akkor majd úgy döntök, hogy majd én is így akarok kaktuszokat, meg egyebeket. Na mindegy, nem tudom miért mondtam, ezt csak úgy mondtam. Már nem tudom, hogy találtam rá a videóidra, de valamelyik live-ban, valamikor réges-régen még a Barátok Vlog csatorna megvolt, amíg meg nem szűnt, addig ugye az aktív volt, és ott live-ozgattam. És ott valaki mondta, hogy van egy Ádám Mobil nevű srác, aki videózik, ugye, és ezek a történetek voltak. És akkor néztem egy videódat, néztem, hogy őszinte, szókimondó, megmondja a frankót, nem szégyeli, felvállalja. És sokaknak példát mutatsz azzal, hogy álljanak ki magukért, és hogy ne hagyják azt, hogy mások a támadásokkal elgyengítsék őt. Tovább csinálod, csináld, ne add fel a fejjel, sok sikert kívánok neked. Ennyit szerettem volna ezzel a videóval kapcsolatban. Ha tetszett ez a videó, akkor velem tartotok, feliratkoztok, rányomtok a kis csengőre, lent a leírásban megtaláljátok az információkat, linkeket, egyebeket. Szervusztok, legyetek jók, aztán majd valamikor találkozunk egyszer, és remélem, hogy találkozunk mindenkivel. Sziasztok!